Mindannyiunk érdeke, hogy megakadályozzuk, hogy a nukleáris energia geopolitikai konfliktusok túszává váljon. Jelentette ki a miniszterelnök az Európai Nukleáris Szövetség csúcs találkozóján Brüsszelben. Orbán Viktor azt mondta, a kihívások, amelyekkel az utóbbi időben szembe kell néznünk, kiemelték a biztonságos energiaellátás jelentőségét. Úgy fogalmazott, teljesen nyilvánvalóvá vált a kérdés, hogy hogyan tudunk előállítani nagy mennyiségben elektromos energiát olcsó, biztonságos, fenntartható és környezetbarát módon. Kiemelte, a geopolitikai nehézségek ellenére a nukleáris energia területén még mindig működnek a nemzetközi professzionális és tudományos együttműködések. Hungary has been using nuclear energy for almost 5 decades. Magyarország majdnem 50 éve használ nukleáris energiát, ami stabil alapot jelent az energiabiztonságunk fenntartásához. A hazánkban előállított áram felét az atomerőművünk szolgáltatja, ami az ország áramigényének harmadáért felel. Ezen tapasztalatok vezettek minket arra a döntésre, hogy ne csak fenntartsuk a már meglévő kapacitásunkat, de meg is erősítettek minket arról, hogy továbbra is a nukleáris energiába fektessünk, és hogy 70%-ra növeljük az országos áramigényünk ellátásában betöltött szerepét.